Egyes pillanatok az asztronómiában átformálták az égboltról alkotott képünket. Ő a bolygó mozgásának törvényeit fedezte fel. Érkeztek fentről gondolatindító villanások, és bizonyos fordulópontok tovább lendítették a kozmosszal kapcsolatos elképzeléseinket. Ahogy kijelentették, hogy a bolygók ellipszis mentén mozognak, bum, már is működött a modell. Megváltoztatták a Földről alkotott képünket, ezek a csillagok legalább 10-szer olyan messze voltak, mint amiket már ismertünk a galaxisunkban. És a fantáziánk is elszabadult. Lehet, hogy léteznek földön kívüliek, akik eljönnek és felfalnak minket. A világ mindenség végtelen lehetőségeket rejt. Egyszer csak wow! Lehet, hogy az univerzumunk sokkal-sokkal nagyobb, mint eddig hittük. Végigkövetjük az emberi faj égbolttal kapcsolatos megszállottságát. Bemutatjuk, hogyan magyarázták őseink az univerzumot. Elmeséljük, miként lett a csodás lények által uralt világból a csillagászati tudományok által feltérképezett kozmosz. Ez az új világok és a köztük elfoglalt helyünk felfedezésének története, az ősi égbolt krónikája. Az ezredforduló környékén a misztikus természet feletti lények által irányított kozmoszból egy észszerű univerzum lett, ahol a matematika és a tudomány törvényei uralkodtak. Láttuk, ahogy a lapos föld gömb alakúvá vált. Úgy képzeltük, a bolygónk lehet mindennek a középpontja, és körülöttünk forog a nap, a hold, más bolygók és a csillagok is. Majd 1543-ban egy asztronómus, Nikolaus Kopernikus azzal állt elő, hogy nem a Föld, hanem a Nap a kozmosz középpontja. A koncentrikus kristálygömbökbe zárt rendszer továbbra is fennmaradt. Ám nem sokára ez az elmélet is megbukik. A 1577-ben egy hatalmas üstökös süvített el a Föld közelében. Több hónapig láthattuk az égbolton. Az 1577-es üstökös azért rendkívüli, mert Perutól kezdve Japánon, Itálián és Törökországon át mindenhonnan megfigyelték. Így időben is el lehetett helyezni. Az emberek úgy gondolták, hogy az üstökös egy hatalmas tűzgolyó. A különböző kultúrákban más és más magyarázatot adtak rá. Az ausztrál benszülöttek úgy hitték, a szivárvány kígyó rettegett gonosz szelleme. Máshol tűzokádó sárkányról beszéltek. A legtöbb esetben rossz előjelnek tekintették. Mégis ez az 1577-es nagy üstökös hozta el az asztronómia addigi legnagyobb átalakulását. A dán királyságban élt egy férfi, aki új szintre akarta emelni az asztronómiát. Egy független, csillagvizsgáló elme volt és műorrot viselt. Egy vitában ugyanis levágták az igazi szagló szervét. Egy kastélyban élt és saját udvari bolondja volt. Úgy hívták Tycho Brahe.
Tycho Brahe, ő a dán király asztrológusa volt. Tehát rendkívül fontos volt az, hogy hiteles legyen. Akkoriban az asztrológia és az asztronómia még mindig elválaszthatatlan volt. Az emberek hittek abban, hogy az égbolt működéséből a földi eseményeket is megjósolhatják. Azért akarta megérteni az univerzumot, hogy még pontosabb asztrológiai előrejelzéseket készíthessen. Tehát nagyon híres asztronómus is volt. A személyiségéből adódóan Brahe az asztronómia terén sem állt meg félúton. Tycho Brahe felépítette a világ legnagyobb obszervatóriumát Ven szigetén. Szerintem Dánia működési költségének 1%-át Tycho szigetére fordították. A dán király szinte kifogyhatatlan forrásának köszönhetően Brahe a legfejlettebb asztronómiai eszközökkel szerelte fel az obszervatóriumot. Ezek még a teleszkóp előtti eszközök, tehát hatalmas szextánsokat és kvadránsokat képzeljünk el, melyeket már nem tudott egy ember kezelni. Ezek a szerkezetek lehetővé tették, hogy még precízebb méréseket végezzen, és pontosabban határozza meg a bolygók és csillagok helyzetét. De Brahét nem csak a bolygók és a csillagok érdekelték. Észrevett valamit, ami örökre megváltoztatta az univerzum képünket. November 17, 1577 Brahe megpillantotta a nagy üstököst. Neki látott, hogy felrajzolja az útvonalát. Számításai azt mutatták, hogy a nagy üstökös átszeli a Vénusz pályáját, ami az akkori ismeretek szerint lehetetlen volt. Meg voltunk győződve arról, hogy a kozmoszt koncentrikus gömbök zárják magukba. Az emberek számára a gömbbezárt szerkezet nem csupán metafora. Ők tényleg azt hitték, hogy így épül fel a világunk. Brahe arra jutott, hogy az üstökösnek nem lenne szabad ilyen pályán mozognia, mert a gömbök elállnák az útját. Így nem lehetett más megoldás, csak az, hogy ezek a gömbök egyszerűen nem léteznek. Az 1577-es üstökös Tycho értelmezésében tehát darabokra törte a gömbbezárt elképzelést. Kétezer év után a gömböknek menniük kellett. A napközpontú univerzum elmélete még mindig kitartott, így megnyílt az út az asztronómia teljesen új korszaka előtt. Volt azonban még egy ősi elmélet, ami nem változott. Az univerzumban még minden egy-egy tökéletes körvonal mentén mozgott. Egészen addig, amíg fel nem tűnt egy új csillagász. Johannes Kepler, német asztronómus és matematikus, aki Prágában dolgozott. Gyerekkorában látta az 1577-es nagy üstököst. Ez indította el a csillagászat felé. Kepler úgy hitte, hogy Isten alkotta a mindenséget. Ezért, ha megfigyeljük a csillagok és bolygók mozgását, megismerhetjük a mindenható tervét is. Úgy gondolta, hogy a klasszikus és középkori asztrológiát félre kell tenni, és egy új, empirikus megfigyeléseken alapuló asztrológiára van szükség.
A legtöbb asztronómus akkor még úgy vélte, hogy az univerzumban minden tökéletes körpályán mozog. De ez az elmélet nem adott magyarázatot arra, amit az égbolton láttak. Ezért 1500 éven át az úgynevezett epiciklusok teóriáját használták, melyben a bolygók körkörös mozgása spirális kurkokat ír le. Ez már nagyon régóta működött, de még mindig túl bonyolult volt a sok epiciklussal. Nem könnyítette meg a munkát. Kepler egyszerűsíteni szerette volna ezt a modellt. Mivel hozzáfér Tycho Brahe megfigyeléseihez, újra kalkulálta a bolygók pályáját. Kepler azért volt meghatározó, mert fogta Tycho új, precíz adatait, és újra számolt mindent. Miközben Kepler a számokkal hadakozott, egy olyan csodásan egyszerű ötlete támadt, amiről el se hitte először, hogy még senkinek sem jutott eszébe eddig. A bolygók nem körpályán, hanem ellipszis mentén mozognak. Az elliptikus pályát úgy kapjuk meg, hogy veszünk egy kör alakút, és két oldalt meghúzzuk, és kiszélesítjük. Ez hatalmas változást hozott, hiszen úgy tűnt, a bolygók valóban nem köröket írnak le. Ő a bolygók mozgásának törvényeit fedezte fel. Kepler kijelentette, hogy a bolygók ellipszis mentén mozognak, és bum! Már is működött a modell. Kepler 1609-ben az Astronomia Nova című könyvében publikálta a bolygómozgásokat leíró új törvényeit. Olyan megoldást dolgozott ki az égitestek mozgására, ami szükségtelenné tette az epiciklusokat. De egyelőre még csak elméletben. Az, aki végül bizonyítani is tudta, felfedezte az univerzumot összetartó erőt is. És minden idők legnagyobb tudósává vált. A 17. századi Angliában Isaac Newton eltökélte, hogy minden akkori tankönyvet újraír. Zseni volt, aki filozófiával, technikával, matematikával és még alkímiával is foglalkozott. Ma talán fizikusként, csillagászként és matematikusként emlékezünk rá, miközben egy átfogó természeti filozófián, az univerzum holisztikus megközelítésén is dolgozott. Newton mélyen vallásos ember volt, hitt abban, hogy a tudomány segítségével megismerhetjük Isten szándékait. És egy radikális elme. Évezredeken át az volt az elképzelés, hogy az űrben teljesen másként működnek a dolgok, mint a Földön. Newton másként vélekedett erről. Nem csupán a földi működéseket írta le egyszerű törvényeivel, hanem ami ennél is fontosabb, azt állította, hogy ezek a szabályok a Földön kívül is érvényesek. Isaac Newton azt mondja, hogy az egész univerzumot egyetlen törvény, a gravitáció törvénye mozgatja. A gravitáció a négy alapvető természeti erő egyike, és azt mondja, hogy minden tömeggel bíró test egymás felé gyorsul. Newtonnak kellett valami, amivel bebizonyíthatja a gravitáció univerzum szintű működését. És 1680-ban meg is érkezett, egyenesen az űrből. Az 1680-as üstökös hihetetlenül fényes, nappal is jól látható volt. Főként Newton köreiben keltett komoly vitát, hiszen láttak egy üstököst 1680-ban, majd egy másikat 1681-ben is. Felmerült a kérdés, hogy a két üstökös esetleg egy és ugyanaz.
Newton ráeszmélt, hogy a gravitációs elméletben rejlik a válasz. Szerinte az 1680-as és 1681-es nem lehet két különböző üstökös. Azt mondta, hogy átutazott a naprendszeren, majd a nap gravitációja újra visszaröpítette. Amikor az emberek megértették, hogy egy üstökösről van szó, azt is felfogták, hogy megkerülte a napot, és a másik oldalán tért vissza. Newton rájött, hogy a nap gravitációja miatt mozog elliptikus pályán az üstökös. Lehetséges, hogy a gravitáció az elliptikus pálya elméletét is alátámasztja. Ha elképzeljük, hogy eldobnak egy labdát, egy új születésű bolygót, ami bizonyos kezdősebességgel rendelkezik, akkor az egyenes pályán közelít felénk. De ha közben a szoba közepén beindítunk egy megfelelő erőhatást, legyen ez a nap gravitációja, akkor ez az új bolygó már nem egyenesen, és nem is a nap középpontja felé, hanem egy ívelt pályán kezd mozogni. És ez a pálya az ellipszis. Gravitáció által hajtott elliptikus pályák. Ez az a kötőanyag, ami egyben tartotta az univerzumot. Végre megvolt a tökéletes naprendszer modell. Vagyis majdnem. De mielőtt további ismereteket szerezhettünk volna az égboltról, még egy fontos problémát meg kellett oldanunk. A 16. századtól egyre nagyobb területet foglaltak el a gyarmati birodalmak. Égett a felfedezési vágy, az újonnan felfedezett területek kizsákmányolásának reménye. Így az olyan tengerjáró nemzetek számára, mint az angol, a spanyol vagy a francia, elengedhetetlen volt a pontos, megbízható navigációs képesség. Volt egy hajó, ami azért süllyedt el, mert nem tudták meghatározni a helyzetüket a hatalmas óceánon belül. A legénységből több százan oda vesztek. Élet-halál kérdésről volt szó. 1707-ben egy navigációs hiba miatt egy egész hajóflotta süllyedt el a Scilly-szigeteknél, Anglia délnyugati partjainál. Ez volt a történelem egyik legsúlyosabb katasztrófája. Nagyjából 2000 tengerész veszett oda. Óriási volt a felháborodás. Az embereknek nem tetszett, hogy Angliáért szállnak tengerre, de a visszafelé úton belehalnak a küldetésbe. Bár a tengerészek a nap és a csillagok segítségével tájékozódtak, ez csak az irány meghatározásra volt elég. A gondot az okozta, hogy a pontos helyzetüket képtelenek voltak meghatározni. Csak a szélességüket tudták. A sarkcsillag azt árulta el, hogy észak vagy dél. Éjjel meg tudták határozni a sarkcsillag távolságát és a horizonttal bezárt szögét. Így megkapták a szélességet. De a pontos helyzet meghatározásához szükség volt a hosszúságra, a keleti vagy nyugati pozíciójukra. Ez szinte lehetetlen feladat volt. Mivel a Föld forog, nincs egy fix pont sem keleten, sem nyugaton. Ezért valahol ki kellett jelölni a nulla fokú hosszúságot. Ez megoldható, de ha elmozdulunk ettől a ponttól, már nagyon nehéz lesz megmondani, mennyi a földrajzi hosszúság. Menjünk vissza az időszámításunk előtti második századba. Hipparchosz görög matematikus úgy gondolta, a választ az égen találjuk meg. Hiszen, ha összevetjük az induláskori és a jelenlegi szoláris időt, már is ki tudjuk számítani a keleti vagy nyugati pozíciókat. Az elmélet megvolt, de akadt némi probléma. Hipparchosz óta eltelt 2000 év, és még mindig nem volt olyan óraszerkezet, ami megfelelően működött volna a tengeren.
A történelem során mindig valamilyen eszközt használtunk az idő múlásának mérésére. Ott volt a pendulum, aminél ezeket a szép ívet mozgásokat mérjük. Ez ugyebár csak stabil felületen működhet. Egy hajó ugyebár a hullámok hatására jellemzően felle irányban mozog, ami kihatással van a pendulum mozgására. És így az időmérésére alkalmatlanná válik az eszköz. Ezért egy új típusú órára volt szükség, amit végül nem egy órakészítő mesternek, hanem egy asztalosnak köszönhetünk. ...1714-ben a tengerészközösség nyomására a brit kormány kihirdette a hosszúsági törvényt. Nagyjából mai 2 millió dollárnak megfelelő jutalmat ígértek annak, aki megoldja a tengeri hosszúsági számításokat. John Harrison Észak-Angliában faművesként dolgozott, és az órajavítás volt a szenvedélye. Úgy látta, végre hasznot húzhat a hobbiából, és neki látott egy olyan tengeri óra szerkezet megalkotásának, aminél pontosabbat még nem látott a világ. Tőlem balra található John Harrison tengeri órája, amit ma már H1-esnek nevezünk. Nagyon sok újítás található benne. Pendulum helyett ezeket a súlyzókat használta. Az elv az volt, hogy minden, amire hatással van valami, az ellentétes hatást is gyakorol. Tehát a mozgás által generált hibák így kioltják egymást. A H1-es tökéletesen működött a tengeren, és napi 3 másodperces hiba határon belül mozgott. De Harrison még mindig nem volt elégedett. Kezdte megérteni, hogy nem ez lesz a végső megoldás. Visszatért hát a tervező asztalhoz. Az 1750-es évek elején az órákban kereste a megoldást. A végső eszköz a Harrison féle H4-es óra volt. Azt találta ki, hogy egy nagy, nehéz egyensúlyi kereket készít, ami nagyon gyorsan rezeg. Az elmélete az volt, hogy a hajók sokkal lassabban mozognak. Így erre a sebes mozgású rendszerre nem lesz hatással az a mozgás, ami instabillá teszi a vízi járműveket. Harrison H4-es prototípusát 1764-ben vetették be először, és bevált. Végre megvolt az a technológia, amivel megmérhettük a szoláris időt, és így kiszámolhattuk a pontos hosszúsági értékeket a tengeren is. A 18. század közepére a technológia az asztronómia előrelépéseit is segítette. A teleszkóp feltalálása óta képesek voltunk egyre messzebbre látni az űrben. A teleszkóp volt az első olyan tudományos eszköz, ami kiterjesztette az emberi érzékeket. Egyre nagyobb és nagyobb teleszkópok készültek. Így egyre többet fedezhettünk fel a naprendszerünkből. William Herschel Németországban született. Azért ment Angliába, hogy zenész lehessen. De amikor Bathba költözött, mély érdeklődést mutatott a csillagászat iránt. Nővérével, a szintén kiváló csillagász Caroline-nal dolgozott. A Herschel testvérpár egyre hatékonyabb teleszkópokat épített. 1000 segítségével csillagok ezreit vizsgálták meg és katalogizálták extrém precizitással. 1781-ben William érdeklődését felkeltette valami az éjszakai égbolton. Akkor még nem tudta, mi volt az, amit lát, de kortársai segítségével sikerült rájönnie, hogy egy új bolygót talált.
A Herschel testvérpár felfedezése nem más, mint az Uranus bolygó. Ez egy egetrengető hír volt, hiszen az ezredforduló óta úgy hittük, hogy csak 5 bolygó létezik. Az Uranussal együtt így már 6-ról tudtuk. William III. György királynak szentelte ezt az új bolygót, amivel elnyerte a király kegyeit, és ő lett a király csillagász. Ez azt jelentette, hogy többé nem volt anyagi problémája, és szabadon építhette az egyre nagyobb teleszkópjait. Az 1789-ben befejezett teleszkóp élete főműve lett. Ez az utolsó megmaradt rész 12 méteres teleszkópjából, amit 1785 és 1789 között épített. Itt ezen a végén volt egy tükör, amit saját kezűleg formált és csiszolt meg. Ez nagyon sok munkaórát felemésztett. A szerkezetet egy hatalmas fakeret tartotta, amit görgőkön lehetett mozgatni, így az ég bármely pontjára ráirányíthatták. Tény, hogy ez volt az akkori világ legnagyobb teleszkópja. Herschel a csillagok felé fordította ezt a behemótot, és további felfedezéseket tett. Amikor 1789-ben először használta, meglátta a Szaturnusz 6. és 7. holdját, az Enceladust és a Mimaszt. Ez egy kiemelkedő teleszkóp történeti pillanat volt. Herschel 12 méteres teleszkópja a tudományos fejlődés szimbólumává vált. Új utat nyitott a csillagászati felfedezésekben. Ahogy példátlan részletességgel vizsgáltuk a kozmoszt, úgy indult be a fantáziánk is. A technológia megengedte, hogy még messzebbre lássunk az univerzumban, és új utazásokról fantáziáljunk. Mindez hatással volt a sci-fire is. Melynek tetőpontja a 19. századi Verne Gyula volt. Verne nagyon termékeny író, aki nagyon sok fontos technológiai leírást vetett papírra. Néha olyan futurisztikus megoldással állt elő, ami sokak szerint gondolatébresztő is volt. 1865-ben jelent meg az Utazás a Holdba című regénye. Verne egy 19. századi amerikai fegyverklubról is írt, akik egy óriási puskát építenek, és 3 tagjukat kilövik vele az űrbe, a Holdra. Félelmetes csend borult a tájra. Mindenki, aki részt vett a puska építésében, a másodperceket számolja vissza. 38, 39, 40. Kilövés! Bár a képzelet szüleménye volt, Verne regénye szöget ütött a tudósok fejébe, szerte a világon. Ami még nagyon fontos ebben, az a kutatómunka, ami mögötte van. Verne módszeresen körüljárta a témát, hogy meghatározza a szükséges löketet, és megmagyarázza, milyen anyagokra van szükség ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson. A számításai annyira pontosak voltak, hogy a történelem során először tűnt megvalósíthatónak az, hogy embert küldjünk az űrbe. Bár az elmélet működött, a tüzérségi szakértők egyértelműen kijelenthetik, hogy ez mégsem ennyire egyszerű. Gary White főtörzsőrmester vagyok. A 13 Bravo tábori tüzérségnél ágyúkezelőként szolgálok. Most egy M1A1-es 75 mm-es tüzérségi ágyú előtt állunk. Az ehhez hasonló lövegek hatótávolsága 8,8 km.
Ahhoz, hogy messzebbre tudjunk lőni az ilyen típusú fegyverekkel, jellemzően hosszabb csőre van szükség, ami nagyobb sebességet és így nagyobb lőtávot eredményez. In theory, if you could build a cannon long enough, you could fire a projectile or a person to the moon. Perhaps Jules Verne's science fiction could become science fact. In the mid-1960s, the US and Canadian governments founded a scheme called Project HARP. They wanted to test the feasibility of firing a satellite into orbit around the Earth. The cannon they built was around 100 feet long. 5, 4, 3, 2, 1, blast! It achieved an altitude of 180 kilometers above the Earth's surface. Project HARP still maintains the record for greatest altitude achieved by a projectile fired from a cannon. 180 kilometers is about 112 miles. Technically, that's far enough to pass the boundary from Earth's atmosphere into space. But to truly break free of Earth's gravity, you need to go beyond what is known as near Earth orbit. Near Earth orbit begins at 2,000 kilometers above the Earth's surface. We are still drastically short of that measure. The distance from the Earth to the Moon is around 240,000 miles. Ahhoz, hogy a Verne-i holdlövés sikeres legyen, a regényben szereplő ágyúnak 15-ször hosszabbnak kellene lennie. Elméletben lehetséges, de a gyakorlati megvalósíthatósága szinte nulla. Mint kiderül, van még valami, amivel Jules Verne nem számolt. Egy ilyen kilövés során az ágyúból kirobbanást követően mondjuk úgy extrém szintű G-erőket tapasztalnánk. Ha egy embert használnánk lövedéknek, az egyáltalán nem tenne jót a szervezetének. Az illetőnek minden csontja eltörne. Valószínűleg halott lenne. Verne álma a holdra juttatott ember továbbra is tudományos fantasztikum maradt. Legalábbis egy ideig. De a népszerű fantazmagóriáknak már semmi sem szabhatott határt. Egyre több író és gondolkodó álmodott arról, mit vagy kit találhatnánk az űrben. A 1877-ben a Mars szokatlanul közel haladt el mellettünk. Milánóban egy olasz csillagász, Giovanni Schiaparelli kihasználta a lehetőséget és példátlan részletességgel tanulmányozta a vörös bolygót. Schiaparelli füzetei tele voltak a Marsról készített rajzokkal, megmagyarázva mindent, amit a teleszkópján keresztül látott. Precíz térképet rajzolt a Mars felszínét borító kontinensekről és tengerekről. Az egyik, ami feltűnt neki, az a Mars felszínén lévő kacskaringós vonalhálózat, amit ő az olasz canalisóval írt le, ami vájatot jelent. A munkája világszerte ismerté vált, és a canali szót hibásan kanálisnak fordították. Ennek a tévedésnek messze menő következményei lettek. Az ember a kanális alapján valamiféle mesterséges építményre gondol, amit viszont valakinek meg kellett építenie. Így indult útnak a máig tartó marslakókkal kapcsolatos spekuláció. Mit is csinálhatnak a marslakók?
Egy új korszak kezdődött a science fiction regények világában. Egyre többen találgatták, milyen élet lehet az űrben. Bizonyos szempontból nagyon kedves elképzelés az, hogy lehetnek más lények, akikkel barátságot köthetünk. A másik oldalon pedig lehet, hogy ezek a földön kívüliek eljönnek és felfalnak minket. Egy esetleges idegen támadás ötlete ihlette minden idők legkiemelkedőbb science fiction alkotását, H.G. Wells Világok harca című könyvét. Ebben a történetben egy ellenséges marsi civilizáció foglalja el a Földet. Ahogy az ősi világ istenekkel és szörnyekkel, úgy mi most fantasztikus lényekkel népesítettük be az univerzumot. A 20. század elejére már tudtuk, hogy a tejút több milliárd olyan csillagból áll, mint a nap. De a méretéről és az alakjáról még mindig elég kevés adat állt rendelkezésünkre. A 20-as években senki sem hitte, hogy az univerzum nagyobb, mint a galaxisunk. Az általános nézet az volt, hogy az univerzum a mi tejútrendszerünkig terjed. Még Albert Einstein is azt gondolta, hogy az univerzum véges, és az idők kezdete óta változatlan helye van benne mindennek. Amikor Einstein megoldotta a saját egyenleteit, arra jutott, hogy az univerzum statikus, és mindig is ilyen volt. De a valaha volt legnagyobb tudományos elme teóriáját nem sokára megdönti egy egyházi személy. Belga Charleroi városában élt egy katolikus pap. Georges Lemaître-t 1923-ban szentelték fel, 7 évvel azután, hogy Einstein publikálta a relativitás elméletét. Lemaître nem csupán Isten pásztora, de a tudomány híve is volt. Georges Lemaître egy papírral és tollal dolgozó elmélkedő volt. Minden erejével azon volt, hogy megértesse, a Biblia nem egy asztronómiai írás. Lemaître egy brilliáns matematikus volt. Amikor újra számította Einstein egyenleteit, egészen más eredményre jutott. Lemaître egy olyan megoldást adott Einstein relativitás elméletének egyenleteire, ami azt mutatta, hogy az univerzum növekszik. Ez az elmélet szembe ment több évszázadnyi csillagászattal. Még maga Einstein sem tudta elhinni, hogy igaz lehet. Bizonyítékra volt szükség. Edwin Hubble 1889-ben született Missouriban. Egy vérbeli amerikai fiú, aki a chicagói baseball csapatban játszott. Beszélt spanyolul, jogot tanult, és egy ponton úgy döntött, csillagász lesz. A Yerkes Observatóriumban dolgozott Chicagóban, ahol hihetetlen megfigyeléseket eszközölhetett. Akkor legnagyobb lencséjének köszönhetően. Később Kaliforniába költözött, ahol egy 3 méteres teleszkópot állított munkába. A kaliforniai Hooker Obszervatórium 3 méteres teleszkópja volt a legnagyobb akkoriban. Hubble a csillagködöt tanulmányozta vele, ami egy távoli összemosódott felhő, és évszázadok óta izgatta az asztronómusok fantáziáját. Az egyik ilyen nebulán akadt meg Hubble szeme. Ezzel a nagy felbontású eszközzel végre képes volt képeket készíteni az Andromeda ködről. Hubble látta, hogy ellentétben azzal, amit eddig hittek, az Andromeda csillagköd nem egy gázfelhő, hanem önálló csillagokból áll.
Egy évszázados rejtély megoldásának küszöbére lépett abban az időben, amikor még azt gondoltuk, hogy a tejút az univerzum egyetlen galaxisa, és az Androméda köd ezen belül található. Horrásviták voltak arról, hogy ez a csillagokból álló felhő a galaxisunkban van-e, vagy azon túl. Hubble máshonnan közelítette meg a dolgot. Ki akarta számítani, milyen messze van az Androméda köd a Földtől? Ahhoz hasonló technikát használt, amivel az éjjeli fények távolságát határozzuk meg. Az intenzitást mérte. Az Androméda köd csillagainak fényességét vizsgálva Hubble meg tudta mondani, milyen távol van a Földtől. Arra jutott, hogy ezek a csillagok legalább 10-szer olyan messze voltak, mint amiket már ismertünk a galaxisunkban. Ez egy hihetetlen csillagászati áttörés volt. Hubble rájött, hogy ha egy csillagrendszer létezhet a tejúton túl, akkor az univerzumnak nagyobbnak kell lennie egy galaxisnál. Ez már forradalmi volt, hiszen a csillagködök, amiket az emberek láthattak az égen, igazából galaxisok voltak. Univerzum szigeteknek nevezték őket. Bebizonyította, hogy a tejúton kívül is léteznek galaxisok, ami egyben azt is jelentette, hogy az univerzum sokkal, de sokkal nagyobb, mint eddig hittük. Ez volt az első bizonyíték arra, hogy nem a miénk az egyedüli galaxis az univerzumban. Sőt, csak egy a sok közül. De Hubble még nem végzett. Edwin Hubble a legjobb teleszkópok segítségével végzett méréseket az univerzumban. Ahogy Hubble a miénktől távoli galaxisokat vizsgálta, észrevette, hogy a belőlük áradó fény piros színű. Azt tudjuk, hogy ez azt jelenti, távolodnak a Földtől. Hogy miért? Nos, ennek magyarázata nem a fénnyel a legegyszerűbb. Hanem a hanggal. Az iskolában mindig azzal a példával éltek, hogyha egy mentőautó szirénájának hangmagassága attól függ, hogy felénk közeledik, vagy éppen távolodik tőlünk. A hang hullámokban terjed. Ahogy a mentőautó közelít, a sziréna hanghullámai összenyomódnak, viszont ha távolodik, kiszélesednek, és a sziréna hangmagassága lejjebb kerül. A fény ugyanígy viselkedik. Ha a fényre is hullámként tekintünk, aminek csúcsai és völgyei vannak, akkor a két csúcs közti távolság lesz a hullámhossz. A hullámhossz határozza meg a színt. A kék rövid, a piros hosszabb. Ahogy a hang esetében a hullámok itt is aszerint változnak, hogy közelednek-e vagy távolodnak. Ha fogunk egy közlekedési lámpát, és nagyon gyorsan futunk felé, akkor kék színűnek fogjuk látni a fényét. De ha nagyon gyorsan hátrálunk, úgy, hogy a fejünk továbbra is a lámpa felé fordul, a lámpa fénye egyre pirosabb lesz. Ez ugyanígy működik az univerzumban is. Ha egy galaxis felénk tart, kékes színe lesz. Ha viszont távolodik, akkor pirosnak látjuk. Ez egy úttörő pillanat a csillagászatban. A galaxisok távolodnak egymástól, tehát az univerzum egyre tágul. A táguló univerzum ténye vízválasztó. Most először tudtuk biztosan, hogy nem statikus, hanem dinamikus a világegyetem. Ezzel sokkal közelebb kerültünk ahhoz, hogy megértsük a keletkezését is.
Belgiumban Georges Lemaître a következő nagy ötletén dolgozott. Az univerzum tágulása azt jelentette, hogy a matematikai számításai helyesek voltak, és Einstein tévedett. Lemaître a vakmerő elméleteknek élt. Mivel már kiderült, hogy az univerzum növekszik, úgy hitte, tudja, miként keletkezett. Ha fogunk egy folyamatosan táguló univerzumot, felmerül a kérdés, hogy mi történne, ha visszatudnánk pörgetni az időt. Ha most növekszik, akkor bizonyára kisebb volt. Lemaître visszament a számaihoz, és arra gondolt, mi történne, ha egyre tovább és tovább tekerné visszafelé azt a képzeletbeli órát. Ha az időt egyre visszább tekerjük, akkor egyre kisebb lesz minden. Lemaître kiszámította, hogy egy bizonyos ponton az anyag sűrűsége egyetlen atomra redukálódna. Ez volt az ő kiindulási pontja. Abban az időben még az atom volt a legkisebb ismert részecske az univerzumban. Lemaître ezt használta kiindulási pontnak, amiből minden kialakult. Az ősi atomnak nevezte el. Ez egy igazán radikális elmélet volt. Einstein relativitás elmélete azt mondta, hogy az univerzum mindig is létezett, így nem lehetett kezdete sem. Lemaître viszont ennek az ellenkezőjét állította. Az univerzum egyetlen pontból született. Ez valamikor felrobbant, kiterjeszkedett, és ahogy nőtt, a mai univerzumunká lett. Lemaître az ősrobbanás elméletének alapjait fektette le. Ez volt az első olyan teremtés elmélet, amivel nem a mitológia vagy a vallás, hanem a tudomány állt elő. Évszázad telt el azóta, hogy Hubble és Lemaître azt állította, a világnak kellett, hogy legyen egy eredője. Ez alatt az idő alatt műholdakat és teleszkópokat küldtünk az űrbe, hogy még távolabb láthassunk. És befejezhessük a munkát, amit ők kezdtek el. A leghíresebb űrteleszkóp Hubble nevét viseli. A 2012-ben ez az eszköz készítette a modern csillagászat legmeghatározóbb felvételét. Ez volt a Hubble extrém mély égbolt képe. Végre láthatóvá vált az univerzumunk igazi kiterjedése. Azon a képen szinte minden egy-egy galaxis. Több milliárd csillag van mindegyik alakzatban, amit mögöttem látnak. Ebből a képből tudjuk, hogy több 10 milliárd galaxis van az univerzumunkban. A jelenlegi becslések szerint 100 milliárd galaxis lehet a világegyetemben, de vannak, akik szerint kétszer ennyi is elképzelhető. Valószínűleg ez a legmélyebb kép, amit valaha az égboltról készítettek. Ez mutatja a legtöbbet az univerzum történetéből. Minél távolabbra nézünk, hogy újabb galaxisokat keressünk, annál messzebbre tekintünk vissza az időben is. Egészen a látható világ mindenség határáig. Megvizsgálhatjuk az univerzum első fényeit. Mi kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak nevezzük, és lényegében a világ születésekor visszamaradt energiát jelenti. Ez a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás segíthet abban, hogy kiszámoljuk az univerzum korát.
A jelenlegi csillagászati becslések 13,8 milliárd évet mondanak. Ez azt jelenti, hogy a legmélyebb képen a majd 14 milliárd évvel ezelőtti állapotot látjuk. Az újabb technológiák egyre fejlettebbé teszik a világűr vizsgálatát. 2019-ben sikerült lefényképeznünk azt, amit Albert Einstein jósolt meg először. Egy fekete lyukat. A tudásszomjunk még mindig csillapíthatatlan. Az Európai Déli Obszervatórium központjában, Münchenben Dr. Jason Spiromilio felügyeli a világ legnagyobb optikai teleszkópjának építését, amit ELT-nek neveztek el. Az ELT az angol rendkívül nagy teleszkóp rövidítése, ami túl eredeti, de tökéletesen illik hozzá, hiszen valóban egy óriási távcső. Az ELT-t a chilei Atacama-sivatag egy hegycsúcsára építik, várhatóan 2025-re készül majd el. Az átmérője 39 méter lesz. Összehasonlítás végett, a ma használatos legnagyobb teleszkópok átmérője 8 és 10 méter között van, tehát ez egy hatalmas előrelépés. Ha megépül, 13-szor annyi fény gyűjt majd össze, mint a mai legnagyobb teleszkópok, és 100 milliószor többet, mint az emberi szem. Dr. Spiromilio már alig várja, hogy ez a rendkívüli képesség csatasorba álljon. Az egyik legizgalmasabb az lesz, hogy láthatjuk majd más csillagok bolygóit, és az igazán távoli galaxisokat is. Kiszámíthatjuk, hogy mikor keletkeztek, milyen fémeket tartalmaznak, hogy merre jártak, és végre fel tudjuk majd térképezni, hogy mi is történik egy galaxison belül. Ez egy hihetetlenül erős gépezet lesz, ami lehetővé teszi, hogy még inkább megértsük, miért olyan az univerzum, amilyen. Szuper izgalmas! Talán nehéz elhinni, hogy valaha azt hittük, a Földünk lapos. Hogy mi vagyunk a mindenség középpontjában, és hogy az univerzum a mi galaxisunkkal kezdődött, és nincs is tovább. Ezer éven át istenek és szörnyek történeteivel magyaráztuk az égboltot. De a teleszkóp feltalálása lehetőséget adott egy észszerűbb valóságra. Hála az asztronómia tudományának, a kozmosz új távlatait ismerhettük meg, de még mindig van bőven felfedezni való. Az univerzum ismeretünk még közel sem teljes. Minden, amit ma tudunk a bolygókról és a csillagokról, a vizsgálható kozmosz 5%-át teszi ki. Tehát a maradék 95% még egy nagy kérdőjel. Amíg nem lesz meg a tudományos magyarázat a legnehezebb kérdésre, kitölthetjük az űrt a határtalan képzelő erőnkkel.